Sziasztok! Ez itt a Kis Mukkely csatorna. Első benyomásomat a DJI Osmo Mobile 5 gimbaljával kapcsolatosan. Jó a fogás, a kicsi, könnyű helyen fér el. Ami szembe tűnt, hogy ez itt forog, ezt nem lehet rögzíteni, vagyis eddig nem tapasztaltam, hogy hogy lehet rögzíteni. Itt van egy lakat szimbólum, ami a zárt pontot jelenteni. Ez a zárt állapot. Elfordítom a nyitott állapot felé, és utána lehet kihajtani magát a felső karokat. Nem könnyen lehet a karokat kimozdítani a rögzített állapotból. Első benyomás, semmi különös, itt átvariálták a gombokat, viszont itt a fókusz vagy a zoom állító gomb, ez ilyen lötyögős műanyag, olyan gagyi hatása van. Módválasztó, illetve bekapcsoló gomb oldalra került, a ravasz megmaradt, illetve van egy USB-C csatlakozónk. Ide lehet a csuklópántot felrakni, hogyha esetleg valaki ezt igényli menet közben, ha esetleg kiesne a kezéből, akkor ne pottyanjon le a földre. Van itt egy másik csatlakozó, fel lehet szerelni állványra, és akkor nem kell fogni, vagy van egy ilyen kis toldó, ami egy háromlábú állvány is egyben. Hogyha valami problémánk van, nem szeretnénk sokáig a kezünkben tartani, vagy kellene még valaki, és nincs szabad kezünk, akkor ez plusz
egy állványként funkcionál. Ide lehet plusz súlyokat felrakni, hogyha a telefon egy picit fejnehéz lenne, akkor ki lehessen stabilizálni magát az eszközt. Ami érdekes, és újdonság, az, hogy beépített selfie botot kaptunk. Én azt gondoltam, hogy ez könnyen kihúzható, de tévedtem. Komoly ellenállást kell kifejteni azért, hogy ki lehessen ezt húzni. Illetve, mutatom, ezt lehet dönteni. Ez a kezdőállás, ez pedig a végpont. Visszatolom. Ilyenkor nem illeszkedik, hanem be kell állítani és visszatolni a helyére, amíg fel nem fekszik. És itt van a másik nagy jóság, hogy a telefont, amikor felraktuk a gimbalra, és stabilizáltuk, beállítottuk a gimbalt, akkor gyakorlatilag, ha bármi olyan dolog van, hogy le kell választani a telefont a gimbalról, akkor egy mozdulattal leválasztható, mondjuk egy bejövő hívás esetén, akkor nem kell a telefonon lógnia magának a gimbalnak, mert ez egy kicsit olyan furcsán néz ki. Bármikor elő lehet kapni, ezzel az adapterrel is fel lehet csatlakoztatni, szerintem ez egy nagyon okos gondolat. Én ezt a verziót még nem használtam. Itt egy pötty, ott egy pötty, a pöttyöket kell párosítani, de egyébként úgy látom, hogy buta biztos, mert itt a körből hiányzik egy darab, és a kör ellenpárja itt található. Elmélet, oppá, jó nagyot csattant, tapadtak is. Hát azért jó nagy erőfeszítést kell kifejteni azért, hogy ezt le lehessen választani. Fel lehet csatlakoztatni ellenkező oldalról, de azt egyébként úgyis észre fogjuk venni, mert nem illeszkedik rendesen. Itt ezzel az ellendarabbal, ellenpárral nagyon szépen illeszkedik. Itt belül a mobiltelefonok védelme érdekében gumirozott, de nem ez a lágy, de nem is ez a nagyon-nagyon kemény, műanyagszerű gumihatást érjük el. Van itt egy felirat, ami azt mutatja, hogy a kamerának ebbe az irányba kell néznie, hogyha felszereljük a mobiltelefont a készülékre. Adnak még hozzá különböző kiegészítőt, pontosan felfeküdjön, ezt belőle kell ragasztani, úgy látom. Ide lehet ragasztani. Ez azért van, mert az iPhone 7, 8, az SE 2, a Samsung S és egyéb szériáknál ez túl alacsonyan van. Na hát, ezt nem fogom kipróbálni, mert nekem nincs ilyen készüléke. Ezt pedig, ahogy mutattam, ide szépen be lehet fűzni. Nem olyan könnyű, mint ahogy gondolnám. És lehet vele dolgozni. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismunk 1 csatorna volt.